A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Kinyílik a világ Székesfehérváron, és április 1-én nyit a 10 háza, közösség és kulturális központ, valamennyi háza, fantasztikus programbőség vár ránk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a Covid idején, majd ezt követően a különböző gazdasági nehézségek is a kulturális programokat viselték meg talán a legjobban, hiszen egyre kevesebb program volt egy időben. Erről fogunk beszélgetni, vendégem Igaz Krisztina, a Közösség és Kulturális Központ szakmai vezetője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szia Lajos, köszönöm a meghívást. No, hát az újranyitás jegyében áprilisról kell, hogy beszéljünk, és már is itt van április 1-e, és ez nem vicc, meg nem játék, hiszen már fekete egy száraz réten megkezdődik a hagyományos húsvéti találkozó, a húsvéti játszópark, akkor kezdjük talán ezzel. Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy április 1-én, és tényleg nem áprilisi tréfa, ezt sokan kérdezték tőlem, hogy ugye nem áprilisi tréfa az, hogy nyitnak a házak. Igen, nyitnak a házak, és várnak mindenkit szeretettel. 1-én több programunk is van a különböző házakban, amit említettél, Fekete Egyszáraz Réti Kultúrotthonban, a Kultúrudvarban, ami egy kiemelt helyszíne annak a 10 háznak, ami a közösségi központhoz tartozik. Húsvéti foglalkozással és játszóházzal készülünk. Nagyon sok minden lesz, a nyuszi simogatótól kezdve a kézműves foglalkozásig és a bábszínházi előadásig sok programmal várjuk a városrész és a város lakóit is, akiket érdekel egy kis húsvétre való hangolódás, hiszen utána már lassan itt a húsvét. Ez egy hagyományos program majdnem minden házban. Az ünnepekhez való kapcsolódás, az ünnepekre való előkészületek, ez mindig összehozzá kicsit a közösséget, és nekünk az a célunk, hogy a közösség összejön, és itt Feketehegyen is egy kis közösséget tudjunk teremteni, akik visszajárnak hozzánk. Igen, soha nem volt nagyobb szükség erre egyébként, mondom, tehát a két esztendő Covid után és az egyéb zárások miatt azért fontos, hogy a kultúra azért mindig vonzza az embereket, tehát itt is lesz játszópark, tojáságyú, nyuszi és bárány simogató, minden, ami eddig... Minden, ami a húsvéthoz kapcsolódik, minden, aminek a gyerekek tudnak örülni, és a családok együtt tudnak játszani, hiszen ez nagyon Beszéljünk fontos. Egy kicsit a tojásfáról is, hiszen azt is megszoktuk, hogy már az útról lehet látni, és az idén is lesz. Igen, tojásfával is készülünk. Április 1-e és 10-e között, ugye a húsvét időszakra készülve hozhatják a városrész családjai, gyerekei, szép korújaik, bárki, aki otthon készít tojást, fel tudja díszíteni a kis tojásfát, amivel együtt tudjuk ismét egy közösségben várni a húsvétot. Igen, és megnyílik ugyancsak április 1-én a Királykút emlékház. Én azt hiszem, a Királykúti társalgó rendkívül népszerű, annál is inkább, mert mi mindig egy olyan bensőséges hangulatú beszélgetésről van szó, ami fontos számunkra. Igen, a Királykúti társalgó április 6-án fog először újra visszatérni az érdeklődők elé. Most a téma mindennapi játszmáink lesznek. Azt hiszem, ez is egy olyan fontos téma, ami mindenkit érint. És ugye minden nap foglalkozunk ezzel. Egy tranzakcióanalitikus tanácsadó lesz a segítségünkre ebben, és az odaérkezők segítségére, aki mentálhigiénás szakemberként elmondja, hogy mi a különbség a játszmáink és a konfliktusaink között, hogyan tudjuk ezeket elkerülni, a játszmázásokat a mindennapjainkban. Azt hiszem, hogy ez ránk fér bizonyos értelemben, mint ahogy az is, hogy a Csalai Közösségi Tér is szintén április 6-án megkezdődik az a kézműves foglalkozás sorozat, aminek mi is tanúi voltunk jó néhányszor, de azt hiszem, hogy ez azért is fontos, mert hogy ez azért a városrészhez tartozik, de az ott élőknek ez egy megszokott hely. Igen, a városrészhez tartozik, és a város részé. A város részé ez a kis helyszín, a Csalai Közösségi Tér, ahova mindig igyekszünk olyan foglalkozásokat, olyan programokat vinni, ami a város résznek szól, azoknak a családoknak, akik ott élnek. Most mivel mással tudnánk ott is készülni, mint egy húsvétváró kézműves foglalkozással?
Ugye ez egy picit tér egyébként, de nagyon jól megtöltik mindig a csalaiak. Reméljük ez most is így lesz, és nem felejtették el, hogy az elmúlt 3 hónapban bezárt ház április elején újra nyit. És itt a felnőttek nyuszi formát készítetnek, a kicsik pedig kis csibéket filcből. És akkor még térjünk vissza április 1-jére, hiszen a Felsővárosi Alkotóház is megnyílik. Azt hiszem, hogy a kreativitás az mindig fontos volt a 10 ház munkatársai számára, úgyhogy ez az alkotóház pedig példa arra, hogy hogyan és miként is lehet várni ezt. Igen, az alkotóház egy nagyon jó helyszín, nagyon sok programja. Most április 1-én csatlakozva a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhely Galériák országos hetéhez, április 1-én egy bútor felújító workshoppal, egy bútor tuning workshoppal várjuk azokat, akik szeretnék a mostanában nagyon divatosan a régi bútorokat egy kicsit új formába önteni, új szint adni nekik, vagy antikolni egy picit, ez mindig a bútor tuningnak a fontos része. Igen, és ahogy olvasom, ez a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhely Galériák országos hetéhez is csatlakozik, tehát fontos, hogy egy kicsit kitekintést is ad a mi szűken vett pátriánkból. Igen, azért nagyon sok kézműves csapat dolgozik itt a városban. Mi most próbáltunk erre az alkalomra olyat hozni, ami nem mindennapos. Tehát nem minden nap foglalkozhatunk bútor felújítással, ez egy kicsit komplexebb téma, mint egy hagyományos kézműves alkotó. Igen, komplexitásra meg szükség van. Így van. Mint ahogy szükség van mindennél jobban. Én azt hiszem, hogy aki az Öreghegyi Közösségi Házra gondol, vagy az Öreghegyi Közösségi Ház programjait teszi célkeresztbe, esztendőről esztendőre annak mindennél jobban hiányzott, hiszen ott rendkívül fajsúlyos programok voltak a múltban, a jelenben, és ez így lesz a jövőben is, legalábbis április 6-ától mindenképpen. Igen, Öreghegy is megnyitja újra kapuit, már nagyon vártuk, hiszen ez is egy annyira jó helyszín, nagyon, nagyon jó adottságokkal, amit jól ki lehet használni a kulturális programokra. Április 6-án 3 eseménnyel is nyit az Öreghegyi Közösségi Ház. Ott is lesz egy húsvétváró foglalkozás, kézműveskedéssel, húsvéti fajátékokkal a kicsiknek és a családoknak. Este 6-kor nyílik egy illusztrátor kiállítás, ami Budapestet mutatja be, This is my Budapest címmel. Vidák Zsolt hozza el azokat az illusztrációkat, amik nagyon színesek, nagyon vidámak, és nagyon jó hangulatban fogjuk így megnyitni az Öreghegyi Közösségi Házat. Igen, annál is inkább fontos számunkra Pest, mert valljuk meg, hogy az elmúlt időszakban mi is csak tudatosan mentünk egy-egy bizonyos helyre, és azért megismerni az ország fővárosát az egészen különleges lehetőséget kínál ez a kiállítás. Főleg így rajzokon keresztül. Igen, és ráadásul nagyon sok nevezetességet, ami esetleg óvatatlanul is csak elmegyünk mellettük. Nyilván nem a parlamentre gondolok. Persze, vagy a Lánchídra. Így van. Tehát itt lesz, aztán van krimi és társas játék is, a gyilkos vacsora, szintén igen, az Öreghegyi Közösségi Házban, merénylet a sárga köves úton játék keretében. Ez nagyon érdekes. Igen, ez ugyanúgy ezen a napon lesz, hogy említettem, április 6-án 3 programmal nyitunk. A gyilkos vacsora egy olyan új projekt, amiben belevágtunk, ami ötvözi a vacsorát, a társas együttlétet, az ismerkedés lehetőségét, egy a mai világban is nagyon fontos társas játékkal, hiszen nagyon sokan társasozunk otthon, nagyon sokat játszunk együtt, ez picit egy szerepjátékos nyomozás lesz, amikor a vacsora résztvevői a különböző fogások között és előtt egy játék aktív részesei lehetnek, és ők lesznek azok, reményeink szerint, akik nagyon ügyesen meg fogják fejteni a rejtélyt, hogy ki az elkövető. Igen, hát majd meglátjuk, hogy ki az indítatásból, ki lesz Kalambó, Miss Merple és a többiek. Na jó, és akkor Kisfaludra látogassunk el, immáron a hónap végén, mert utána aztán lesz még számtalan program, de azért fontos ez a Kisfalu, mert a gasztronómia azért nagyon is jól tudjuk, hogy vannak különböző ünnepeink, főzős ünnepek, sütős ünnepek, de ez most teljesen más. Igen, főzőversenyek, minden más. Egy híresség látogat el hozzánk. Én érdeklődéssel várom egyébként, mert azért figyelemmel kísérem Vajtó László pályafutását, és ő egészen különlegességeket tartogat mindig. Igen, Vajtó László az, aki egy turisztikai magazin műsorvezetője,
ezt sokan ismerhetik, Vajtó és a világ címmel, és ő most főzni fog itt nekünk, de egy kicsit stand-upos irányba vitte el ezt a vonalat, és az élményeiről, a tapasztalatairól egy picit stand-upos főzőműsor formájában fog majd itt elénk tárni mindent, amit ő a forgatások, a tapasztalati alapján összegyűjtött, és itt lehet végigkövetni egy főzést is, hogy hogyan főz Vajtó László. Erre kíváncsi vagyok nagyon. És mielőtt megérkezünk a fürdősorra, azért még itt van, hogy a dúdolót már megszoktuk, és most indul a csicsergő program. Ez a töpörtjüknek, és gondolom az édesanyáknak, édesapáknak is nagyon fontos. Igen, 3 éves korig nagyon fontos időszak, ezt az édesanyák és a szülők nagyon jól tudják a gyerekek fejlesztésében. A dúdoló a Kertalja utcában folyamatosan megy, most már több éve, az minden hónap első szerdáján, és most minden hónap 3. szerdáján a Királykút emlékházban lesz egy csicsergő foglalkozás. Májusban indulnak mind a kettő foglalkozásunk, a dúdoló és a csicsergő is. Ide azokat az édesanyákat, szülőket várjuk, akiknek fontos a gyermekek korai fejlesztése. Megérkeztünk a fürdősorra, a központba. A központ mindig fontos számunkra, annál is inkább, mert hogy tanúi voltunk a Pesovár gyermek és ifjúsági népdaléneklési és népzenei verseny elődöntőjének. Az előcsatározások is már meggyőzőek voltak. Fantasztikus, hogy még mindig vannak olyan pedagógusok, akik afelé terelik a gyermekeket, hogy egy kicsit a múltidéző népdalokat tanulják meg, és ez nagyon-nagyon jó. És a népzene meg egyébként is mindig fontos volt Fehérváron, most lesz a döntő. Ez azért mindig kihívás megrendezni egy ilyen rangos esemény döntőjét. Igen, nagyon sok ügyes gyermek vett részt az előválogatókon, és ennek eredményeképpen március 30 és 31-én a központban tudjuk megtartani a döntőt. Ebben az évben kicsit csavartunk a Pesovár versenyen, és azért, hogy teljesen fair játék legyen mindenki számára, 6 kategóriában lesz majd a döntő is, és így zajlottak az előválogatók. Külön vettük az általános és a művészeti tantervű iskolákat, ugye külön vannak az alsósok, a felsősök és a középiskolások, és az előválogatókból 50-50%-ban minden kategóriában jutottak be a végső megmérettetésre népdalénekesek, népzenész fiatalok, akiket igen, ahogy mondtad, nagyon lelkes pedagógusok készítenek fel és kísérnek el mindig ezekre a programokra, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik, hiszen fontos az, hogy ezeket az értékeinket megtartsuk és tovább vigyük a következő nemzedék így számára. Van. Hát ez egy olyan jövőképet mutat, azt hiszem, hogy a népi kultúra alapjaitól egészen azért most már a professzionális szintig megismerhetjük őket. Mint ahogy megismerhetjük Kenta úrt is, aki esetleg nem ismerné, egy zseniális alkotó emberről van szó, aki tulajdonképpen mindent képvisel. Mondhatjuk ezt a mindent? Igen, hogyha polihisztort kellene keresnünk, azt hiszem, akkor a Kenta úr egy olyan művész, aki egy polihisztorként mindenben benne van. Ugye jelmezés, díszlettervező, festő és zenész, az ő munkáiból nyílik majd egy kiállítás. A jelmezterveit nagyon sokan ismerhetik, nagyon sok színházi előadásból, de aktív zenész is Kenta úr, úgyhogy nagyon készülünk már erre a kiállításra, és ő is nagyon lelkesen készül, és örülünk neki, hogy Fehérvár is olyan fontos számára, mint hogyha a fővárosban lenne egy kiállítása. Hát kell, hogy fontos legyen, hiszen azért a Vörösmarty Színházban is tervezi jelmezeket, és ez mindig jó. Mint hogy az is jó, hogy visszatérnek azok a zenészek, akik meghatározó szerepet játszanak. Itt van Bágyi Balázs és az ő kvartettje. Bágyi Balázs egy különleges személyiség, és nem csak azért, mert pedagógusként is kiválót alkot, számtalan olyan fiatalt ismerhetünk meg a mai magyar zenei életből, akik az alapokat tőle tanulták, és a professzionálissá is az ő segítségével váltak, és ez a csapata pedig egy egészen különleges szintet képvisel. Igen, Balázs most a Bágyi Balázs New Quartettel fog érkezni a központba április 28-án, ugye a hónap végén. Balázsnak nagyon sokat köszönhet a magyar jazz élet, azt hiszem, hiszen a Jazz Szövetséget is ő irányítgatja, és nagyon sokat játszott Fehérváron, nagyon sokat játszik, és örülünk neki, hogy most is vissza fog térni, és bemutatja ezt az új formációt.
Ráadásul egy olyan sikeres pályázatnak köszönhetően, amivel egy országos turnéra tudnak így indulni, aminek az egyik helyszíne természetesen Székesfehérvár. A városunkról mindig mondjuk, hogy a sportvárosa, a gazdaságvárosa, a királyok városa természetesen. Én viszont mindig mondom, hogy a színházak és a művészetek városa is. Ezt a művészeteket vegyük most a színházzal egybe, mivel hogy az elmúlt időszakban már volt Vörösmarty Színház, hála Istennek van Szabad Színház. Ugye most a napokban bemutatják a fiatal színkörösök, a középiskolások a Vörösmarty Színházban a hagyományos bemutatójukat, viszont méltatlanul kevés szó esik néha a Prospero színkörről, hiszen én azt hiszem, hogy ők méltó képviselői az amatőr, és ezt idézőjelbe teszem amatőr színháznak. Jó amatőr színjátszásnak. Mert ők már nagyon nem amatőrök, teszem hozzá. És most is egy őszi szonátát fognak játszani Ingrid Bergmantól. Ez egy fantasztikus darab, mint ahogy az új bemutatóik, ez a Celler Péter hivatali mesék. Mondhatjuk, hogy ők otthonra találtak a fürdősoron? Nekik az otthonuk a fürdősor, igen. Ők otthonra találtak itt, és mi meg örömmel fogadjuk őket, hogy ők itt találtak maguknak otthon, és örömmel szervezzük nekik mindig ezeket a bemutatókat, akár a bemutatót most április 29-én a hivatali mesékkel, hiszen ez egy új darab, amit most láthat először a közönség, akár már az egy-kétszer többször bemutatott előadásaikat, és nagyon nagy rá az érdeklődés szerencsére. Igen, mert a hitelességnél nincs fontosabb, ők pedig hitelesek mindenképpen, mint ahogy azok a programok is, amik a csillagvizsgálóban kerülnek sorra. Én azt hiszem, hogy április 25-ével kezdjük a Hajmási József előadás sorozat. Hát aki egy kicsit is érdeklődik a csillagászat iránt, és fontos az ég azon felül, hogy néha-néha felnéz, hogy esik-e vagy sem, vagy éjszaka tekintget a csillagokra, az bizonyosan ott lesz. Igen, és érdemes is eljönni, hiszen azért ez egy olyan helyszín a központban, ahol van egy csillagvizsgálónk, ez azért nem egy mindennapos dolog egy művelődési házban, vagy egy kulturális központban. Szerencsére ezt a Terkán Lajos szak nagyon jól kihasználja, és nagyon jó programokat tudnak idehozni, nagyon jó előadásokkal, ez is most folytatódik április 25-én szerencsére a Hajmási József előadásorozat. És akkor nem véletlen, hogy áprilisról beszéltünk, de a május egy csoda. Tehát én nagyon nagyot sóhajtottam. Én azt hiszem, hogy aki a kortárs zenébe belemélyedt valaha is és valamikor is, az ha kimondom, hogy Cseh Tamás, akkor nagyot sóhajt. Igen, májusban tervezzük, és már ugye szervezés alatt van, és most már mindenki számára tudott lesz, hogy Cseh Tamás 80. születésnapja alkalmából készült Füst a szemében című előadást hozzuk el május 11-én a központba. Igen, ahogy mondtad, azért nagyon sokunk életében nagyon nagy nyomot hagyott Cseh Tamás művészete. És akinek az életében ez jelen volt, bármilyen szinten is, akár csak egy pici morzsában is, annak itt lesz a helye, azt hiszem, a központban, hogy megnézze ezt az előadást. Tőle tudtuk meg, hogy hol van a lakóhelyünk többek között. És még szintén május, ez három nap, a Kortárs Művészeti Fesztivál. Ez mindig egy kiemelt esemény, annál is inkább, mert hogy ismétlem önmagamat, a művészetek városa is vagyunk, és a kortárs művészet pedig most ebben a felgyorsult világban kiemelten fontos. Valamennyi szegmense természetesen. Igen, és fel is kell ráhívnunk a figyelmet. A Kortárs Művészeti Fesztivált a Fehérvári Művészek Társaságával szervezzük már évek óta. Ebben az évben is nagyon jó tervekkel érkeztek, amivel ebben a három napon május 19 és 21 között a Csónakázó tó partját fogják belakni, és emellett természetesen minden kortárs művészet jelen lesz, akár a táncművészet, akár a zene, akár az irodalom vagy a színház. Pontos kérdés, és a múltról kell, hogy beszéljünk, hiszen mennyire viselte meg a munkatársaitokat a kényszerű bezártság? Hiszen én azt hiszem, hogy aki a kultúrában dolgozik, a közösségért teszi, és a zárt ajtók azok rossz nyomot hagynak a lélekben is. Hogy sikerült átvészelnetek? Igen, és az zárt ajtóknak nincs jó üzenete általában. De szerencsére ezek az ajtók tudtuk, hogy ki fognak nyílni majd,
Ezért a kollégák készültek arra, hogy milyen programokkal fogjuk majd megtölteni a házakat, amint újra nyitva lesznek. Addig is nagyon sok mindent tudtak csinálni, nagyon sok dokumentációs feladatuk volt, de azért egy szervező életében, vagy egy népművelő életében az a legfontosabb, hogy együtt tud lenni a közösséggel, együtt tud lenni a művészekkel, együtt tud lenni a látogatókkal. Ez éltett minket napról napra. És ez egy picit hiányzott a központban, ugye megpróbáltuk központosítani azokat a programjainkat, aminek nem volt helyszíne a bezárt időszakban, de most már itt a lehetőség arra, hogy a központon és a Barátságmozin kívül is minden házunkba jöhessenek a látogatók. Igen, hát a Barátságmoziról nem beszéltünk, de folyamatosan új bemutatókkal várjátok a mozikedvelőket, a filmkedvelőket. Ugyanakkor még egy kérdés. Nagyon sokan tartottak attól, hogy sokkal kevesebb lesz a program a városban is, mert hogy ugye költségcsökkentő erővel bír a recesszió, a gazdasági válság. Ez hogy alakult? Csak úgy kivonatosan kérdezem. Nagyon sok városi nagyrendezvényt meg tudunk tartani. Lehet, hogy egy picit más formában, kicsit szerényebb formában, de ugyanolyan minőségben. Tehát például a Kortárs Művészeti Fesztivál is most rövidebb lesz egy picit. A Királynapok is picit rövidebb lesz. Máshogyan fogjuk tartani a Pünkösdi Virágálmot, most inkább a díszítésen lesz a főszerep, és nem a kiegészítő programokon. A Hetet Hét Játék Fesztivál egynapos lesz például, de azt az egy napot töltjük meg annyira, hogy egy teljes napon keresztül, még ugye az egy napon belül hosszabb ideig is, tehát este 8-ig lesz a játékfesztivál, mindenkiben egy kicsit tudjuk pótolni azt a hiányzó egy napot. Úgyhogy igen, lesznek rendezvények, a házakban is lesznek programok, a városban is lesznek nagy rendezvények, kicsit más formában, mint ahogy megszokhattuk, de igyekszünk, hogy senkinek ne tűnjön fel ez a változás. Jó, és ha ezt mosolygos szemmel mondod, annál nincs biztatóbb. Én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. És hát természetesen, kedves nézőink, önöknek is mondom, hogy az eseményekről beszámolunk, és hát ott vagyunk, mert hogy minden székesfehérvári várta már ezeket a pillanatokat. Úgyhogy akkor hajrá mindnyájatoknak, jó munkát kívánok! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégemmel, Igaz Krisztinával, a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ vezetőjével arról beszélgettünk, hogy mi minden vár ránk áprilisban, illetve májusban, tehát önök is kísérjék figyelemmel a híradásokat erről, és látogassanak el a művelődési házakba. Ennyi idő után bizonyos vagyok benne, hogy jó szórakozás vár önökre. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.